Mark Rutte, hollandia miniszterelnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián adott interjújában elmondta, előrelépés van az F-16-os vadászrepülőgépek Ukrajnának való átadásának folyamatában. Rutte elmondta, legkevesebb 24 gép átadását tervezik. Előrelépés van ebben a kérdésben, elvileg menetrend szerint haladunk, és ez jó hír. Igyekszünk mi hamarabb átadni a gépeket, mondta a holland kormányfő. Korábban Kajsa Ollongrend, holland védelmi miniszterbe jelentette, országa csatlakozik egy katonai koalícióhoz, amely fejlett drontechnológiával látja el Ukrajnát. Ez növeli az ukrán hadsereg potenciáját az agresszorország elleni háborúban. A hollandok egyben ígéretet tettek Kievnek, hogy az F-16-os vadászgépeken kívül tüzérséget, lőszereket és légvédelmi rendszereket is szállítanak. Az ENSZ főtitkár szóvívője emlékeztetett a Biztonsági Tanács szankciói betartásának szükségességére azokkal a jelentésekkel összefüggésben, amelyek arról szólnak, hogy Oroszország észak-koreai ballisztikus rakétákat vetett be Ukrajna ellen, közölte Stefan Gyugyarics. Már többször elítéltük a civilek és a polgári infrastruktúrális objektumok elleni támadásokat. Fontos, hogy minden tagállam betartja az elfogadott szankciókat, a biztonsági tanácsnak pedig megvannak a mechanizmusai ezen kérdések megvitatására, mondta az ENSZ főtitkár szóvivője. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a szövetségnek nem áll módjában ellenőrizni az észak-koreai vagy bármely más országból származó fegyverek alkalmazásáról szóló jelentéseket. André Kosti Ukrajna főügyészek közölte, hogy Oroszország 2023 december 30-a óta legalább 24 észak-koreai gyártmányú ballisztikus rakétát használt Ukrajna megtámadására. A csapások következtében 14 civil meghalt, és több mint 70-en megsebesültek. Az elmúlt közel 20 évben az ENSZ biztonsági tanácsa 8 határozatot fogadott el, amelyek tiltják az észak-koreával folytatott fegyverkereskedelmet, és egyébként és korlátozták a kereskedelmi műveleteket. Oroszország szintén támogatta ezeket a szankciókat. Az Egyesült Királyság szövetségeseivel köztük az Egyesült Államokkal azon dolgozik, hogy Ukrajnának több ezer mesterséges intelligencia által vezérelt drónt biztosítson. Számolt be a Blomberg forrásaira hivatkozva. A kiadvány szerint a drónokat nagy flottéliákban kívánják bevetni. Azok az ellenséges pozíciók megcézása érdekében lépnek egymással kapcsolatban, és nem emberek irányítják őket. A technológia nyugati fejlesztői úgy vélik, ez lehetővé teheti Ukrajna számára, hogy orosz állásokat törjön át. A beszélgető partnerek elmondták, hogy előzetesen néhány hónapon belül tervezik a drónok átadását Ukrajnának, de a határidők változhatnak. Február 17-én a német Reindmetall hadipari vállalat bejelentette, hogy egy ukrán partnerrel közös vállalkozás keretében lőszergyártó üzemet nyit Ukrajnában, számolt be a Reuters. A Müncheni Biztonsági Konferencián a német vállalat együttműködési megállapodást írt alá egy meg nem nevezett ukrán partnerrel az új üzem építéséről és közös irányításáról. A Rain Metal képviselői szerint az ukrajnai üzem évente hat számjegyű, 155 mm-es lőszert fog gyártani. A gyártás megkezdésének időpontját és az üzemhelyét még nem közölték. Az új cég részvényeinek 51%-a a, a Rheinmetallé, 49% pedig az ukrán partneré lesz. Japánban tárgyalt Ukrajna újjáépítéséről Denis Mihály miniszterelnök. A találkozón Japán kétoldalú adóügyi megállapodás megkötését ígérte, és a japán vállalkozások további támogatását. Japán eddig is kiállt, és ezután is kiáll Ukrajna mellett. Szögezte le Kisida Fumio, japán kormányfő kiemelve, hogy befektetési megállapodásról is tárgyalások kezdődnek, de erről nem árult el részleteket. Japán mindezidáig 10 milliárd dollár értékben ajánlott fel pénzügyi támogatást Kijevnek. Tokió fegyverekkel nem támogatja Ukrajnát, mert azt tiltják a japán törvények. S Mihály leszögezte, hogy az ukránok soha nem felejtik el, hogy Japán mellettük állt a bajban. A találkozót pedig a japán-ukrán kapcsolatok új fejezetének nevezte. Mint mondta, bízik abban, hogy a japán autóipar gyárakat épít majd Ukrajnában. Bár a megállapodások összértékét nem közölték, mint egy 50 japán vállalat írt alá, megállapodásokat, ukrán cégekkel a mezőgazdaság az energiaipar és infrastruktúra terén. A Gavin Gray vezette IMF misszió és az ukrán hatóságok megkezdték Varsóban az online tárgyalásokat Ukrajna kibővített finanszírozási programjának harmadik felülvizsgálatáról, hogy megvitassák a gazdasági és pénzügyi memorandum ukrajnai végrehajtását, számolt be a pénzügyminisztérium. Ukrajnát a tárgyalásokon a pénzügyminisztérium, az Ukrán Nemzeti Bank, valamint más a gazdaság, az energia, a korrupció elleni küzdelem és a korrupció megelőzése, valamint a jogállamiság politikai politikájáért felelős hatóságok tisztviselői képviselik. Peking nem ad el halált okozó fegyvereket Oroszországnak az Ukrajna elleni háborújához. Közölte a kínai külügyminisztérium vasárnapi közleménye szerint Wang Yi kínai külügyminiszter ukrán kollégájával Dmitro Kulebával. A két külügyminiszter a Münchenben rendezett biztonságpolitikai konferencia keretein kívül tartott kétoldalú megbeszélés szombaton. A pekingi közlemény szerint Wang közölte Kulebával, hogy Kína nem használja ki a helyzetet a maga javára, és nem a el okozó fegyvereket konfliktus övezeteknek, vagy konfliktusban résztvevő feleknek. Bárhogy is változik a nemzetközi helyzet, Kína reméli, hogy a két oldalú kapcsolatok Kína és Ukrajna között jól fejlődnek, és továbbra is a két nép javát szolgálják, jelentette ki Wang. Ismételten köszönetet mondott Ukrajnának, amiért segített a kínai emberek biztonságos evakuálásában a harcok sújtotta területekről. A kínaiak ezt soha nem felejtik el, fűzte hozzá a külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy Kína ragaszkodik a háború politikai úton történő rendezéséhez és a béketárgyalások előmozdításához. Továbbra is konstruktív szerepet fogunk játszani a háború mielőbbi befejezésében és a béke helyreállításában. Még ha csak egy csepp remény is van a békére, Kína nem adja fel erőfeszítéseit, fogalmazott Wang. Az ukrán külügyminiszter X közösségi portálon azt írta, hogy kínai partnerével megvitatta a két oldalú kapcsolatokat, beleértve a kereskedelmet és az igazságos és tartós békehelyreállításának szükségességét Ukrajnában. Megállapodtunk abban, hogy fenn kell tartani az ukrán-kínai kapcsolatokat minden szinten, és folytatni kell a párbeszédet, közölted Mitrokuleba. Nőtt azon lengyel cégek száma, amelyek készek részt venni Ukrajna újjáépítéseiben, és számuk mára meghaladja a három ezret. Közölte Kerol Kubica a Lengyel Beruházás és Kereskedelmi Ügynökség Kievi Irodájának igazgatója a pénzügyminisztériumnak adott interjújában. Most körülbelül három jelentkezőnk van. Ezek 60 a kis és középvállalkozások. Konkrét cégekről van szó, amelyek tudják, hogy háború van Ukrajnában, fennállhat a korrupció Veszélye, de ennek ellenére az ukrán piacon szeretnének dolgozni, és részt szeretnének venni az újjáépítésben. Hétfő ágazatban összpontosul a lengyel vállalkozók érdeklődése. Ezek az egészségügyi és gyógyszerészeti, informatikai, gépek és berendezések, mezőgazdasági termékek, feldolgozása, szállítás és logisztika. De a legnagyobb rész, 47 százalék, az építőipar, mondta. A lengyel cégek előnyéről szólva Kubica megjegyezte, hogy a lengyel szolgáltatások és áruk olcsóbbak, mint a nyugatiak, és jó minőségűek. Ukrajna szomszédai vagyunk, ami csökkenti a logisztikai költségeket. Valamint számos olyan cégünk van, amelynek az építőiparban, az infrastruktúrában és az európai alapok forrásainak felhasználásában van tapasztalata, fogalmazott Kubica. Egy újabb orosz katonai repülőgép, egy Su-34-es, nagyható távolságú, nehéz vadászbombázó megsemmisítéséről számolt be vasárnap az ukrán légierő. Mikola Olestyuk a légierő parancsnoka telegram üzenetében hozzátette, hogy akkora reggel lelőtt gépen kívül a légvédelmi erők megsemmisítettek még 12 sahid típusú kamikádzedront és egy H-59-es rakétát. Az ukrán erők szombaton három orosz repülőgépet semmisítettek meg, ezen fel felül egyebek mellett 11 harckocsit, 40 tüzérség és 3 légvédelmi rendszert, továbbá 36 drónt. A jelentés szerint az elmúlt nap alatt 82 katonai összecsapás történt. Az orosz hadsereg 13 rakéta és 104 légicsapást csapást mért Ukrajnára, és 169-szer nyitott tüzet rakétasorozat vetőkkel, az ukrán csapatok állásaira és lakott területekre. Artem Liszohor, a kelet-ukrajnai Luhansk megye kormányzója Telegramon azt írta, hogy az egyik eltalált orosz katonai gép pilótája szándékosan lakott terület fölé, Antracit térségébe irányította sérült repülőgépét. Elmondása szerint ez a gép szombaton több irányított bombát dobott az ukrán védők állásaira. A pilóta, miután észlelte, hogy eltalálták a repülőgépét, kizárólag magára gondolt, ezért a gépet nem mezőre vagy erdőre, hanem Luhansk megye orosz megszállás alatt lévő lakott területére irányította. Gyakove falu lakói látták, hogyan gyilkol civileket ez az orosz katona. Fogalmazott a kormányzó kiemelve, hogy a gép a településen csapódott be. Hozzátette, hogy egyenlőre nem ismert, hányan estek áldozatul a faluban. Denis Molyuszka, Ukrajna igazságügyi minisztere, a Mi vagyunk Ukrajna tévéműsor adásában kijelentette, legalább 50 ezer büntetését letöltött, bűnözői múltán rendelkező embert lehetne mozgósítani a hadseregbe. Hangsúlyozta, azokról van szó, akik már szabadultak, dolgoznak és normális életet élnek. Azokról beszélünk, akik már régóta szabadlábon vannak, és talán nem is voltak börtönbe, de korábban elítélték őket, de nem töltötték le a büntetésüket. A szabadok, dolgoznak, élik a megszokott életüket, de senki sem hívja be őket a hadseregbe. Számomra teljesen érthetetlen okok miatt. Legalább 50 ezeren vannak, vagyis 50 ezer ember, akiket már ma lehet mozgósítani és a frontra küldeni. Természetesen feltéve, hogy vonatkoznak rájuk a mozgósítás szabályai, és nem rendelkeznek mentességgel. Letöltötték a büntetésüket, biztonságosak, és meg tudják védeni szülőföldünket, hangsúlyozta Malyuska. A miniszter korábban elmondta, hogy az ukrán igazságügyi minisztérium radikálisabb lépéseket fog javasolni a büntetett előéletőek, Mozgósításával kapcsolatban. Emellett a tárca a büntetésüket töltő rabok mozgósításának kérdésével is foglalkozik. Az egységes fegyvernyilvántartás ukrajnai működésének kezdete óta az ukrán állampolgárok már 226 ezer kérelmet nyújtottak be fegyvervásárlás, tárolás vagy újra nyilvántartásba vétel céljából, számolt be a belügyminisztérium hivatalos oldalán. Ukrajnában 2023. június 23-án kezdte meg működését az egységes fegyvernyilvántartás. Azóta a rendfertartók több mint 210 ezer határozatot hoztak az erre vonatkozó kiállításával kapcsolatban. A minisztérium megjegyezte, a tárca tevékenységének egyik kiemelt iránya továbbra is az elszámolt és nyilvántartott fegyverek kérdése. Gazdaságfejlesztés, ötletverseny, közösségépítés. Egyebek mellett ezekben a témákban hallgathattak előadásokat a kárpátaljai közéleti vezetőképző hatodik évfolyamának résztvevői a harmadik képzési hétvégéjükön. A program elsősorban azoknak a fiataloknak szól, akik felelősséget éreznek a kárpátaljai magyarságért, és véleményformálóként, döntéshozóként kedvező irányba szeretnék alakítani az Ukrajnában élő magyar közösség sorsát. Az MCC a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, a KMKS -sz ifjúsági szervezetével és Bocskor Andrea Európai Parlamenti Képviselővel partnerségben szervezi. Mikor hat évvel ezelőtt életre hívtuk a kárpátaljai közéleti vezetőképzőt, elsősorban az volt a legfontosabb céljunk, hogy azokat a fiatalokat, akik szeretnének tenni közösségükért, egy csapatban e, tudjuk. És így hat év elmúltával már szerintem bátran kijelenthetem, hogy azok a régi alumni tagok valóban csapatként funkcionálnak még most is. Tehát szerintem valahol a legeslegfontosabb feladat a közéleti képzőnek, az pontosan ugyanez, hogy ezek az egyének, ezek a kárpátaljai, Páltaljai egyének mind együtt legyenek, és megtanuljanak csoportban gondolkodni, egymást erősíteni és egymást segíteni a jövőben. Több mint három millió forint értékű segélyszállítmányjal érkezett a baptista szeretett szolgálat Kárpátaljára. A háború kitörésekor azonnal reagáltak és több programot is megvalósítottak az elmúlt időszakban a helyi partnerszervezetekkel együttműködve. A Tisza Keresztúri Speciális Bentlakásos Általános Iskola 2022. márciusa óta szállásol el belföldi menekülteket. Jelenleg is több mint 80 főt látnak el azokból a támogatásokból, amelyeket partnereiktől kapnak. Állami támogatás hiányában az elmúlt héten ideiglenesen fel kellett függeszteniük a konyha üzemeltetését. Erre reagált a segélyszervezet, és hétraklapnyi tartós és alapvető élelmiszert hoztak, hogy az itt lakó menekült melegét melegételhez jussanak. Amikor meghallottuk a hírt, hogy Ukrajnát támadás érte, már aznap délután több teherautó, segét küldtünk ide Kárpátaljára, hiszen vártuk azt, hogy megindulnak majd a menekülők keretről. Fontosnak tartottuk azt, hogy azok az emberek, akik egyébként is nehéz körülmények között élnek, akik sok-sok százezer -sok menekültet befogadtak, ők maguk is, illetve a menekülők is segítséghez tudjanak jutni. Több ezer ember számára tudtunk élelmiszert biztosítani, tartós élelmiszereket, több száz fő számára pedig melegét főztünk a háború idején, most már gyakorlatilag két éve. Az orvosi egészségügyi ellátásban szintén jelen vagyunk, ahol mobil orvos csoportjaink a különböző selterekben menekült teket ellátó helyszíneken tudnak segítséget nyújtani azoknak, akikhez talán nem érkezne el az a, a, az a segítség, amire egyébként szükségük van, lejenek ők idősek, lejenek ők krónikus betegek, mozgássérültek, vagy éppen vagy éppen gyerekek. A gyerekekkel külön is tudunk foglalkozni a gyerek foglalkozásaink során, illetve szeretnénk mentálhigién és pszichoszociális segítséget nyújtani. Mindazoknak, akik nyitottak arra, hogy beszélnek arról a szörnyűségről, amit a háború jelentett az életükben. A Baptista szeretetszolgálatnak kiterjedt kapcsolati hálózata van. Ez utóbbi szállítmányt, például az Egyesült Államokban működő Baptista Egyház International Ministries nemzetközi baptista keresztény misszió támogatta, amelynek tagjai személyesen is ellátogattak Tisza keresztóra, hogy megismerkedhessenek a menekültek helyzetével. Az én szervezetem az Amerikai Baptista Egyház által fenntartott International Ministers és tagjai. Tisztában vagyunk azzal, hogy az embereknek alapvető szükségleteik vannak az étel és hogy tető legyen a fejük fölött. Ha elvesztik ezeket, akkor azt most először érzik meg. Ezért is gondoljuk, hogy úgy emberi szeretetből és könyörületességből kell, hogy biztosítsuk a bajba jutottaknak. Ezért tartottuk fontosnak, hogy személyesen eljöjjünk, mert természetesen lehet a messziből üzengetni vagy pénzt küldeni, de egészen más, ha az ember ott van, ahol szükség van rá. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy eljöjjünk, megrázuk azok kezét, akiket támogatunk, meghallgassuk őket, és biztosítsuk őket arról, hogy vannak olyan emberek az Egyesült Államokban, akiknek tényleg fontos az ő sorsuk. Az a tervünk a jövőre nézve, hogy szoros kapcsolatban maradunk a kárpátaljai és magyarországi baptista a szervezetekkel, hiszen ők közvetlenül látják el az igényeket. Mi pedig azon dolgozunk a továbbiakban is, hogy ez a partnerség élő legyen, és minél több dologban tudjunk segíteni. A Tisza Keresztúri Intézmény munkáját a Kárpátaljai Baptista Jótékonysági Alapítvány majd két éve támogatja, ezen kívül pedig több olyan programot is gondoznak, amelyek által más területeken is tudnak segíteni. Az amerikai partnerrel közösen többek között több egészségügyi szűrőnapot is tartottak már vidékünkön. A munkánk gyakorlatilag abban áll, hogy ugye egy kárpát óta, gyakorlatilag 2018 óta összekötő szervezetként vagyunk külföldi partnerekkel. A legnagyobb ugye kapcsolatunk és partnerünk ez a Baptista Szeretett Szolgálat, és akkor így rajta keresztül Kapcsolat teremtünk külön, külföldi, tehát több országban lévő segélyszervezetekkel, és ezeket vonzuk ide, velük, együttműködve együtt működve tudjuk segíteni, mint például itt, ahol most vagyunk keresztül, így gyakorlatilag amióta itt vannak a menekültek, azóta ö, kimondottan élelmiszer ö, segítségre fókuszáltunk, mert ezt nagyon ö, ö, jól láttuk és tudtuk az igazgatóval együttműködve, illetve a többi szervezettel ezt láttuk, hogy ö, a, a adott helyen óriási szükség van a folyamatos ellátásban És az ellátásnak a kivitelezésében, ugye a, gyakorlatilag a kivitelezését, ezt mi folytattuk itt ezen a helyszínen is, egész, tehát mostanáig gyakorlatilag már szűk két éve, és ezt nem szeretnénk abba hagyni. Szeretnénk ezt továbbra is bővíteni, illetve ide vonzani, ide hívni külföldi szervezeteket, ami alapján összekötőként tudunk működni, és ugye kivitelezőként tudjuk tovább szállítani és biztosítani az adott menekülteknek a a, a, az ellátást, az élelmiszerellátást. Néhány helyen működött korábban a, a, a melegétel osztás, jelen pillanatban egy helyen működik, Berekszászon, de ugyanakkor, amire még fókuszálunk, ez a, az a, a gyerekeknek való a főzállalkotási program lévén, a, a, a külön külön napközi programot működtetünk Berekszászon, és még néhány helyen Berekszász vonzás körében, ahol 20-30 gyerek jön el napi szinten, így összességében kb. 200-300 gyermek menekült gyermeknek segítünk, Felzárkóztat, felzárkóztatjuk őket itt a, a Kárpátai térségen, illetve tudunk nekik ételt biztosítani, gyógyszereket, orvos segítséget, ami még érdekesebb, tehát sok menekült gyerek magyar nyelvoktatást kér, és mi ebben próbáltuk segíteni, ők segítség, abban, hogy ők integrálódjanak itt a Kárpátalján, mivel itt többen magyarul kommunikálunk, magyarul beszélünk, ezt a igényelték a menekültek is, és így most korrepetáljuk őket, van nekünk angol nyelvoktatás, ukrán, illetve magyar nyelvoktatást, korrepetálást tartunk a gyereknek a, a napközi program során. A Keresztóri intézménybe a legjobbkor érkezett meg a támogatás. Станом на сьогодні проживають вимушено переміщені особи. Jelenleg intézményünkben 85 ideiglenesen áttelepült szemét látunk el, köztük 33 gyermek a családjával együtt. Vannak rokkantak, és vannak más fogyatékkal élők is. Jelenleg kritikus a helyzet, hiszen teljesen kifogytunk az élelmiszerekből, amikből főzhetnénk nekik. Ezért is vagyunk nagyon hálásak a támogatásért, hiszen most már csak a támogatóinktól kaphatunk élelmiszert a menekültek ellátására. A kezdeti időszaktól eltérően a menekültek ellátását az állam már nem tudja támogatni. Így a Tisza keresztúrihoz hasonló központok is csak a támogatásoknak köszönhetően látják el az áttelepülteket. Ezért rendkívül fontosak és időszerűek azok a támogatások, amelyeket a baptista szeretett szolgálat munkatársai adtak át. a kárpátaljai alakulat gárdistájé, a Nemzeti Gárda Nemzeti Akadémiája tanárainak irányításával gyakorolták az automata és állványra szerelhető páncéltörő gránátvető kezelését. A katonák a fegyverek összes jellemzőit elsajátították. Volt, aki most ismerkedett meg a fegyverrel, és voltak olyanok is, akik már alkalmazták a teljes körű invázió során. Az a foglalkozások igazán hasznosak voltak. Az Oktató mindent érthető nyelven magyarázott el. Volt olyan is, akinek korábban semmi köze nem volt a gránátvetőkhöz, de ezeknek az óráknak köszönhetően mindent megértett, legalábbis a fegyver alapjait megtanulta. Egy évvel ezelőtt már részt vettem ilyen képzésen, az oktató pedig segített visszaemlékezni mindazokra a dolgokra, amelyeket egy év alatt esetleg elfelejtettem. Először az elmélet, aztán a gyakorlat. A katonáknak gyorsan fel kellett állítaniuk fegyvereiket, és fel kellett készülniük a lövöldözésre. Ez nem felsőfokú matematika, meg lehet tanulni, csak akarni kell. Nincsenek bonyolult képletek, minden nagyon egyszerű, elsajátítható. A helyes használat érdekében ismerni kell az elméleti és a gyakorlati részt, vagyis kézzel kell dolgozni, gyakorlat a sikerhez vezető út. Ezek a gránátvetők jól beváltak a harcok során. Sok kellemetlenséget tudnak okozni az ellenségnek, ha az ukrán gárdisták kezében vannak. Páncéltörő fegyverként törmelékgránátot alkalmazva, a személyzet ellen is bevethető. A fegyver törmelékgránáttal 4,5 kilométer hatótávolságú, tehát elvileg szinte tüzérségi eszköz, így hazánkban nagyon elterjedt fegyver, sokféle van belőle. Alkalmazása nagyon aktuális. A foglalkozások a katonák számára hasznosak voltak, a tanárok elmondása szerint pedig könnyű volt a gárdistákkal dolgozni, mert érződött rajtuk, hogy motiváltak és érdeklődőek.